Na sziasztok, kedves barátaim! Ez az Érik a ropogós cseresznye. Meg vagyunk élve. Rengeteg van. Dugik van. A fa. Ne hál' Istennek az idén. Most ma érik. Szedjük le, egy kis probléma van nálam a szorkákkal. A rádiót fölköttem. Egy kicsi rádiót lécekre eresztettem. Reggeltől estig a Marosvásárhelyi rádiót, hogy védjem meg, de még azt is megszokták. De most eljött az idejes, szedjük le. Hoppá, ott látok egy moníliást, de gyönyörű. Hál' Istennek az idén végre cseresznyészünk egyet. Né, milyen nagyok, szépek, és rengeteg van, rengeteg. Hosszú tél volt, kegyetlen tavasz, de úgy néz ki, mégis kedvezett a cseresznyének. Ne látjátok-e, Katalin cseresznye. Mondom, jelenkezek-e videóval ott. A télen addig raktam hóval, emlékeztek-e a gyermekekkel a tövit. Ha most visszatérve arra, hogy én a télen hova raktam, az szerintem jó volt, csak. Mindig van egy olyan, hogy csak. A csak az, hogy amikor kezdett eseni tavasszal, akkor az eső álmosta. Nem lett volna semmi baj, megjegesedett minden, de itt egyetlen probléma az esővel volt, hogy most áll. Úgyhogy a hatékonyságát, azt a hatékonyságot, hogy ténylegesen megéri-e, csak azért, hogy késleltetni a virágzást, nem tudom. Hát később olvadott el, mint egyébként, persze, de mondom, hogy mi volt a jelenség. Hogy esett. Jöttek az esők, és az eső úgy mosta a jeget, halljátok-e, hogy nagyon. Nem ilyen szép nagyok. Érik a ropogós cseresznye. Na, lássuk csak. Hát akkor finom, mikor ilyen jó, sötétebb színe van, ne jöjjek ki a falról. Nem ilyen szép. Na, lássuk, milyen íze. Be húsos, be finom. Na jó, fogunk neki, barátaim. És lefelé. Jön a létrát. Mászunk fel. Ez az. Ezért dolgozik az ember egész évben. Látjátok-e? Jó, mennyi van. Milyen jó. Sötét. Mennyi van. Ez igen. Na jó, barátaim. Evel a jó hírrel szolgálok nektek. Cseresznyét itt nálunk Szeredába horribilis áron árulják. Tehát egyszerűen horribilis áron. De itt a csíki zord kegyetlen időjárás is megvett nálam a Katalin cseresznye. Úgyhogy nem veszem a piacról se húsz le, se mit tudom én mennyi, egy marék cseresznyét. Na, leszettünk egy nagy tánnyal, egy ilyen nagy 20 literes műanyagtállal, még egy 10 literes kékkel, ott még szedjük tovább, van ez a Weiling, ebbe is szedjük, se Szép. Szép cseresznye. Természet szedi le az a legboldogabb pillanat egy kártésznek, az évi munkájának gyümölcsét. Ne lássátok-e. Nem ilyen cseri. Ó, nem ilyen szépek, nem akkor a szem.
látni, mekkora szép nagy szemek. Ez igen. Na, barátaim, az idén szerencsénk volt, jég nem vártál a cseresznyét. Egyáltalán egy sincs elhasadva, vagy látom sokáig teszik fel, hogy sok volt, de elrapad. Pedig eső rengeteg volt, de gyönyörű. Né, ezt a madár megcsipte, de kidobjuk. Hál' Istennek nem kell az idén cseresznyét venni a piacról. És de érik a ropogós cseresznye. Halljátok-e, barátaim? Meg kell próbálni. És nem csak az Alföldön cseresznyét ültetni, hanem egészen 800 méteren is. Lássátok-e, megy a cseresznye. Hány méteren van Szereda, Norbi? 750. 750, igen. Mi itt 800-on vagyunk. Kb. Hallgít a lábánál. És gyönyörű. Tehát egyszerűen gyönyörű cseresznye termés van. Nézzétek meg. Földi gyönyörűség. Ez a munkánk gyümölcse. Nem vegyük meg a piacról a köpecektől, a kereskedőktől. Mert nálunk sajnos nem a termelő árulja, hanem a kereskedő. Itt lát egy kis muníliát, lássátok-e? Még no, hoppá, ne látjátok-e? Ledobjuk. De olyan csoport van itt, Norbi, nézd csak. Hát mit mondjak? 10-15 darab van egy csoportban. Hú, testvér, ez igen. Érik a ropogó. Úgyhogy meg kell próbálni, vidéktől függetlenül, amint látjátok. Minden évben nem jön össze, de amikor összejön, akkor horribilis mennyiség lesz. Akkor nagyon nagy a mennyiség, szépek, nagyok, gyönyörűek. Na, barátaim, úgyhogy 800 méteren is terem a Katalin cseresznyét. Így. Na, sziasztok!